nyomozás eddig adatai alapján ma 12 óra 45 perc körül lépett be az ismeretlen elkövető a Rákóczi utcai buszirodába, ott fegyverrel megfenyegette az alkalmazottakat és a bent lévő bevétel átadására kényszerítette őket. A rendőrség jelenleg egy 170 cm magas, zömök testalkatú, 30 és 40 év közötti fehérbőrű férfit keres, akin középkék farmer nadrág és farmer felső volt, az alatt egy fekete kapucnis pulóvert viselt és egy fekete baseball sapkát. Lehet-e tudni azt, hogy mivel és milyen irányban menekült? A megye több pontján is találkoztunk az ellenőrző pontokkal. Hány ilyen helyen keresik az elkövető? A sértettek, mivel nem voltak olyan helyzetben, nem tudták azt megjegyezni vagy megfigyelni, hogy merre távozik el az elkövető a helyszínről. Nyilván ez alapján több irányba is próbálkoztunk az adatgyűjtéssel és az ellenőrzések végrehajtásával. Mire számíthatnak az utakon autózók itt a megyében? Hát jelenleg még folynak az ellenőrzések, és a közben befolyt adatok, információk alapján folytatjuk tovább az eljárást. Akkor lepődtem meg először, amikor a rendőrök ide jöttek, illetve a rendőrautókat, de előtte semmi szokatlan volt. És hát utána mondták, hogy betörtek hozzájuk, és hogy keresik a rablót, elmondták, hogy hogy néz ki a rabló, és hogy láttunk-e valamit, esetleg van-e kamerás felvétel. Tehát a bűnügyi helyszínelős autó is jött ki, a nyomozók is bejöttek velünk beszélni, a legyenruhások is jöttek velünk beszélni, rengeteg rendőrautó jött már. We'll be right back.